Hihetetlen, de itt a tavasz. Legalábbis az első legbiztosabb jele, megrendezték a 2008-as bócsút. Az Unika H2O magazin természetesen ott volt, forgatott és meg is mutatja. Kadettől a 200 milliós erőgépig minden, ami a bócsón érdekes volt, itt a H2O-ban. Utána táncba visszük. Vitorlásbár 2008. Hogy rohan az idő? Már megvolt a bócsó. Bizony, ha valaki lemarad, vagy nem látott mindent, aggodalomra sem jó. Most körülnézzünk még egyszer. Mik a legfontosabb tudnivalók az idei bócsóról? 17. alkalommal rendezzük meg, és másodszor önállóan, tehát most nincsen másik kiállítás mellette. Ez egy jó kezdeményezésnek bizonyult tavaly, mert a teljes álpavilont megtöltötték a gyönyörűbbnél gyönyörűbb hajók, az idén szám szerint 160 darab van belőle, és ami még külön öröm, hogy most nem csak motoros hajók vannak, hanem már a vitorlások is azért megjelennek, és hát az idén igyekeztünk a programokat is minél színesebbé varázsolni, például van egy mentőkutyás bemutató, ami azt hiszem, hogy a gyerekek is a családok nagy örömére talán éppen hallani is zajlik. És hát van egy élménymedence, ahol pedig a gyerekek szörfözhetnek, mert szélgéppel van felszerelve ez a medence, és ilyen távirányítós vitorláshajókkal is lehet majd versenyezni. Tudta, hogy a tengeri vitorlázás megtervezéséhez profi segítséget is kérhet? És azt, hogy nem feltétlenül kell egy egész hajót kibérelni? Bizony, létezik kabinbérlet is. Tengeri vitorlástúrákat vagy csoportok rendelik meg, vagy mi előre kitaláljuk az útvonalat, és erre megtervezünk egy kikötőről kikötőre való utat, aminek az az előnye, hogy nem csak csapatban lehet rá jelentkezni, hanem kabironként is. Tehát egy jobb méretű 45 láb fölötti hajóval, amiben 4 kabin van, 4 pár tud jelentkezni. Miért érdemes továbbképzésre jelentkezni? A továbbképzési túráinkat azért szervezzük, hogy segítsünk azoknak a kollégáknak, akik most kezdik a tengeri hajózást. Még bizonytalanok az éjszakai navigációba, parti navigációba, a kikötői manőverekbe, amik nem egészen úgy zajlanak, ahogy a Balatonon. Ezen kívül nagy valószínűséggel a többnapos vitorlázásokban is bizonytalanok. Ezeket a tapasztalatokat lehet megszerezni az utánképző túráinkon úgy, hogy egy felelős skipper azért ott áll amögött a már végzett hajózó mögött, akinek elvben mindent kell tudni, gyakorlatban viszont most sajátítja el. Hogy tudna megfogalmazni, a tengertől tartani, félni kell, mert azért nagyon zor tud lenni. A tengert tisztelni kell, és az elemekkel nem harcolni kell, hanem az elemekbe bele kell illeszkedni, és onnantól nincs baj. Mi az? Félig nő, de egészen veszélyes, mert hogyha elcsíp, nem ereszt. Szenvedélyes, gyors és könnyen sok pénzt költhetünk rá, de mégsem mondja senki, hogy nem éri meg. Óvatosan, vigyázzat! Katamarán közelek. A Balaton nagyon kiváló katamarános terep, mégis elég kevés hajót látunk. Mi azt gondoltuk, hogy az utánpótlás képzésével és az elindításával ezen a helyzeten változtathatunk. Ennek folyamányaképp a Nemzetközi Vitorlás Szövetség által kiírt pályázaton nyertes hajónak a forgalmazását kezdtük meg többek között a múlt évben, de foglalkozunk más hajóknak a forgalmazásával, és amik szintén katamaránok. Feltétel volt, hogy fordulékony legyen, könnyen kezelhető, gyerekek számára elérhető legyen, könnyen vízre tehető legyen, gyors hajó legyen, és nagyon jók legyenek a menet tulajdonságai. Ennek fényében ennek a hajónak nincs is vertje, hanem maga a test rendelkezik egy olyan formával, hogy az oldalcsúszást meggátolja, és a vitorlázata az modern anyagok felhasználásával készül, nagy denevére rendelkezik a grósz, a fokja szintén egy nagyon hatékony vitorla. A test többi része egy aránylag hagyományos katamarán felszereltség, de sokkal egyszerűbb, annál könnyen kezelhető, egyszerűen összerakható. Aki ezt nem próbált, annak tényleg nehéz elmondani. És én nem vagyok egy nagyon régi katamarános srác, mondom, egy éve történt meg velem,
de az első 5 percben ez eldőlt, hogy nekem itt ebbe keresni valóm van, vagy én ezt csinálni szeretném. Hihetetlen sebességélmény, hihetetlen, ahogy egy katamarán az energiát a vízre ráteszi, ahogy nagyon, nagyon direkt hajó. Borzasztó jó érzés. Az Unica Balaton Regatta a sikeres tavalyi év után idén is folytatódik. Tudtuk meg a Boat Show egyik sajtótájékoztatóján, de ez még csak a hírfele. A biztosító még tovább lépett a vitorlázás iránti elkötelezettségben. A BrokerNettel együtt közös versenycsapatot támogat. Cél? A 40. kék szalagon győzelemhez segíteni Litkei Farkast és csapatát. Az együttműködés célja a pozitív publicitás. Kiváló sportolókat támogattunk eddig is, mint például Baumgartner Zsoltot, Talmácsi Gábort, több vízipóló, kézilabda csapatot, vagy az osztrák olimpiai bajnok sízőt, Benny Reichot. A tavalyi Unica Balaton Regatta vitorlásverseny sikeres sorozata után most az év legnagyobb vitorlásversenyén is szeretnénk hatékony segítséget adni. A BrokerNettel közösen indított a csapatunk, melynek kapitánya Litkei Farkas, igazi győztes tím. A 2008-as év eredményeiben a sikercsapat másik támogatója is bízik. Van is rá oka. Folytatnunk kell azt a két sikeres évet, amit a BrokerNet sportteam eddig is elért, és ezen belül is a vitorlázásban a harmadik kék szalag elnyerésére készülünk. A csapat változatlanul rendkívül erős, az Unica személyében egy kitűnő új támogatónk van, és reméljük, hogy sikerülnek ezek az elképzelések. Most vissza a kiállítási pavilonba, ahol jelentős súllyal képviselte magát az olasz hajógyártás. Nem is véletlenül. Az idén Olaszországot választottuk díszvendégnek, ezt a státuszt tulajdonképpen tavaly vezettük be, akkor Franciaország kapta meg ezt a címet, és hát Olaszországról is ugye köztudott, hogy hát egy fantasztikus hajós nemzet, és a szuper jacht kategóriában ugye a legnagyobb és a legdrágább, abban egyébként piacvezető is Európában. Ha már az olasz modelleknél tartunk, szálljunk fel a kiállítás legdrágább modelljének fedélzetére. Olaszos temperamentum és kirobbanó erő. A hajóink a luxus mellett a gyorsaságot is egy csomagban adományozzák a tulajdonosoknak. Melyebb mehetünk? Igen. Megérkeztünk a szalonban. Ez a hajó, ez két kabinban áll, ez a szalon, ami szintén ágyra alakítható, tehát ezáltal tudnak összesen hatan aludni. Itt található az orrban a nagy hálófülke, teljes luxus felszereléssel áll, különböző rakterek, televízió, amit látjátok, ez valóban maximális kényelmet biztosít. Ez is teljesen felszerelt hűtőszekrény véghűtőládákkal, valamint abszolút rakodási tér, ez nagyon jó ki van találva, tehát mindig figyelnek arra, hogy az utolsó centik is ki legyenek használva. Hátul is található egy kabin, ez akár gyerekszobának vagy vendégkabinnak is használható, és itt a hátuk mögött van a fürdő. És szintén azt kell, hogy mondjam, hogy valóban tökéletes a hölgyek számára is. Ebben a hajóban 3 darab 425 lóerős dízelmotor található. Milyen tempóval lehet egy ilyen hajóval menni? Hát ennek a maximális sebesség a 3 motor üzemeltetésénél olyan 120-130 km/h. Folytatjuk beszámolónkat a 2008-as Boat Show-ról. A február közepén rendezett 4 napos hajómustra számos rekordot megdöntött. A 10 országból érkezett 140 kiállító termékeire 25%-kal többen voltak kíváncsiak, mint előző évben.
igazi, színes, szinte nyári kavalkád volt a Hungexpo területén. Itt volt számos nagy sztár és vitorlás legenda. Volt itt hajó pár százezerért, és volt közel 200 millióért. Voltak itt hagyományos formák, és olyan is volt, aki a bótsóra időzítette modellpremiérjét. Folytassuk a túrát! Milyen újdonságokat kínálnak az érdeklődőknek 2008-ban? Gyakorlatilag a Veneto márka és a Lagun katamaránok között egyaránt vannak újdonságok. A Venetónál az óceáni sorozat gyakorlatilag teljesen megújult. Ennek a kisebb változatai itt mögöttem is láthatók. A 37-es hajó igazából a, úgymond az óceáni sorozatban a második legkisebb hajó, ebből létezik már a 31-es, és jelenleg ez a hajó premier itt Magyarországon, elsőként az első darab található itt. Új lépéseket tett a Beneteau a kismotorosok terén is. Igazából kihozott egy Sandex sorozatot, amiből egy tag itt meg is található a budapesti kiállításon is, ez az 500-as Sandex, Flyer 500-as Sandex. Ezen kívül a motorosoknál megjelente a Monte Carlo sorozat, ami 37-es, 32-es hajót jelenti most, a 27-es hajó pedig, Monte Carlo 27-es hajó pedig az idei évben fog megjelenni, valószínűleg a nyár végén. Magyarországon a magyar emberek kifejezetten szeretik Horvátországot közelsége miatt, és nekünk is van arra lehetőségünk, hiszen ott két kikötőnk is üzemel, hogy a Beneteau hajókkal gyakorlatilag ott megismerkedjenek charterflottában, és hát igazából az óceáni sorozatnak a nagyobb hajói azok kifejezetten tengerre való. A show valóban annyira széles választékot kínál, hogy szinte már nem is a víz, hanem az élmény a központi motto. Találkoztunk például egy meglepő színű járművel, ami a vitorlázást új perspektívából tudja megmutatni, fellülről. Aki már repült helikopterrel, azt tudja, hogy a helikopteres repülés az egyik legnagyobb élmény így a repülés típusok között. Mi az, amit kifejezetten ajánlasz? Mit érdemes megnézni például? Amit érdemes megnézni programjaink között, akár Budapestet felülről, madártávlatból, egy borzasztóan jó élményt ad, és látni a városunkat felhők között is, szóval az valami félelmetesen jó érzés. Vidéken, amit érdemes megnézni, gyakorlatilag a Balaton, Tihany környéke az is gyönyörű levegőből, ezt amit tudnék javasolni. Miért más fentről, madártávlatból az ország? Hogy lehetne megfogalmazni ezt az élményt? Ezt úgy lehetne a legegyszerűbben megfogalmazni, ezt igazából meg kéne nézni, megfogalmazni, nem is lehet normálisan. Egyszerűen egy hatalmas területet belát az ember, és rá se ismer arra a helyre, hogy ahol eddig lakott, ahol eddig járt az utcákon. Félősöknek is lehet javasolni? Abszolút, szóval én mindenkinek tudnám javasolni, nem egy félelmetes dolog, inkább azt mondanám, hogy egy hatalmas élmény, teljesen más helikopterre repülni, mint egy repülőgéppel. Erről a gépről mit érdemes tudni? A gépről azt érdemes tudni, hogy a világon a legtöbbet ebből a gépből értékesítették, már csak azért is, mert a megbízhatósága, ami ezt alátámasztja. 180-200 km/h az utazó sebessége, és egy olyan 3000 méter magasra tud felemelkedni, de ez nem is annyira fontos. Tegye a szívére a kezét és mondja meg, gondolt már rá valaha, hogy csatorna hajózzon? És arra, hogy így túrázzon egy idegen országban, és azt tudta, hogy jogsi sem kell hozzá? Sok a kérdés. Beszéljünk egy szakértővel. Az idei évben kijöttünk a csatornahajózással is, mint újdonsággal. Csatornahajózást kínálunk több európai országban, mint Írország, Hollandia, Belgium, Franciaország, Olaszország, Skócia, és ezeken a helyeken szuperül lehet hajózni. Mi kell ahhoz, hogy valaki egy csatornában tudjon hajózni? Gyakorlatilag semmi vezetési engedély, vezetői engedély nem szükségeltetik hozzá. Bármilyen halandó ember kibérelhet egy hajót családdal, barátokkal, és nyugodtan elviheti egy hétre is akár. Semmiféle tapasztalat nem szükségeltetik hozzá. Mindent elmagyaráznak, nagyon segítőkészek a bázison a kollégák, mindent elmagyaráznak, hogy mi hogyan működik,
még gyakorlatilag a zsilipek működését is. Hogyha mondjuk egy 5-6 fős társaság kibérel egy ilyen csatornahajót, akkor az árban hogyan viszonyul ahhoz, hogyha mondjuk szállodába mennének? Árban biztos, hogy alatta lesz egy szállodának, és biztos, hogy kényelmesebben fogja magát érezni. Nincs kötve ahhoz, hogy mikor kell lemenni reggelizni, nincs gyakorlatilag helyhez kötve, folyamatosan halad és meg tudja nézni az adott látványosságokat, és árban biztos, hogy olcsóbbra fog kijönni. Maradjunk a motorosoknál, de most csatorna helyett irány a nyílt víz. Milyen motorcsónakázásnak a lényege? Én azt gondolom, hogy a motorcsónakokat azoknak találták ki, akiknek nincs annyi idejük, hogy napokat eltöltsenek a vízen, van egy-két órájuk, hogy kimenjenek a vízre, és abban a közegben töltsék el az idejüket, amit nagyon-nagyon szeretnek. Ma a motorcsónakázás igazából arról szól, vagy elmennek túrázni, vagy egy-két órát kimennek a közeli öblökbe, nádasokba, szigetekre, és ott eltöltik azt az időt, amit erre szánnak. Milyen hajókat kínáltok ezekhez az élményekhez? Három termékünk van elsősorban, a Forwings, a Mastercraft és a Cranky. A Crankyt elsősorban tengerre ajánljuk, a másik két termékünket pedig vegyes használatra. De természetesen ez nem azt jelenti, hogy a Crankyt nem lehet édesvízen használni, csak az egy magasabb kategóriás és más kialakítású hajó. Tehát tökéletesen viselkedik édesvízen és sósvízen egyaránt. Tehát olyan az elektromos rendszere, olyan a hajótestnek a kialakítása, tehát olyan a műszaki tartalma. Amin most ülünk, ez mire való és kiknek való ez a hajó? Ez a hajó, amin most ülünk jelenleg egy cruiser típusú hajó, tehát egy kimondottan túrahajó és családi felhasználásra találták ki. Két különálló állófülkével, egy szalonnal és egy nagyon nagy külső élettérrel és egy takarékos, vagyis két takarékos dízelmotorral. Összegzésképpen elmondható, hogy a Bocsó tehát nem csak másodszor bizonyította, hogy önálló kiállításként is megállja a helyét, de számos rekord megdöntésével tovább erősítette létjogosultságát. Ez pedig egyet jelent. Magyarországon a vízisportok népszerűsége még mindig növekszik. Hajrá vízisportok, hajrá H2O! Sokan még csak most indulnak külföldi síútjukra, de akik előre gondolkodnak, azok már a téli szezon helyett a nyár sport lehetőségeit is elkezdték tervezgetni. Akik pedig hivatalból foglalkoznak a meleg évszak legkedveltebb vízisportjával, azok már javában dolgoznak, hogy a 2007-es évet egy hasonlóan sikeres kövesse. Friss helyzetjelentés délután, nyár előtt, a báli szezon közepén. Töretlenül emelkedik a Vitorlás Szövetségnek a taglétszáma, elértük a 3650-es taglétszámot. Csúcsot döntött a kékszalag résztvevők száma mind a hajóegységben, mind létszámban. Annyit lehet jelenteni még a számokban, hogy növekedett a ifjúsági versenyzők létszáma, emelkedtek a sikereik, és hát azért ne felejtsük el, hogy olimpiát megelőző év volt, és a tavalyi munkának az eredményeként van olimpiai részvétele a Magyar Vitorlás Szövetségnek a pekingi olimpián. A február utolsó hétvégén tartott vitorlásbálon a Magyar Vitorlás Szövetség szinte teljes vezérkara jelen volt. Mi pedig kíváncsian hallgattuk a szakemberek terveit 2008-ra. Három olyan terület van, amivel a szövetség kiemelten foglalkozik. Az első az élsport, és az élsport alatt mi tulajdonképpen az olimpiai hajóosztályokat és azokon elért eredményeket érjük elsősorban, illetve még néhány más hajóosztályt, ahol sikeresek vagyunk. A másik terület az az utánpótlás, a fiatalok nevelése,
hogy előbb-utóbb belőlük is legyenek az élsportban eredményeket elértek. És a harmadik, az pedig a szabadidőnek a kellemes, egészséges eltöltése, ami tulajdonképpen az értéket jelenti sok ezer ember számára ma Magyarországon. Megszokhattuk, hogy a Balaton minden évben vendégül lát nemzetközi regattákat is. A jó szervezés és a sportdiplomáciánk újabb sikere egy váratlan EB rendezési jog. Ez egy menetrend, vagy soron kívüli Európa-bajnokság Magyarországnak, mert a Dán egyesülettel és a Dán szövetséggel volt megegyezve a Soling osztály, de ők nem tudták teljesíteni azokat a követelményeket, meg feltételrendszert, amit a Soling osztály egy ilyen Európa-bajnokságra előír, és azért elvették tőlük az Európa-bajnokság rendezési jogát, és hát az így keletkezett vákumba sikerült betörnünk, és ezért aztán soron kívül nálunk rendeződik. A profi nagykutyák között van egy fiatal, ambíciózus elnökségi tag, aki tavaly felborzolta a kedélyeket újításával. Ő volt az, aki Győzikét és Fábrit is hajóra csábította. Sokan bírálták, egyet azonban senki sem tagadhatott. 2007-ben nagyobb sajtót kapott a kék szalag, mint az előző 5 évben összesen. Én azt hiszem, hogy az első sikerként azt foghatjuk fel, hogy mintegy 30-40 újságíróval van egy aránylag jó kapcsolatunk. Másik lépésként azt hiszem hozzátehetjük azt, hogy nem csak jó kapcsolatunk van, hanem ők is tudják, hogy miről szól a vitorlázás. A harmadik lépés az, hogy már van is hol megközelíteniük a vitorlázást, és akkor jöhetnek az addicionális tételek, mint versenynaptár, kékszalag, fesztivál. Én azt hiszem, hogy ezek már mérhető teljesítmények. Ebben az évben meg kell oldanunk a Soling Európa-bajnokság és a J21-es Európa-bajnokságnak a kommunikációját, PR-ját, illetve azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az elnökség napokon belül határozza, hogy a kékszalag fesztivál zöld gombot kap-e és mehet tovább, én nagyon híve lennék, és akkor ott van egy kék pántlik a gyerekverseny is. A vitorlássport egyik hagyományos támogatója gyönyörű kabriót ajánlott fel egy hosszú hétvégére a tombola fődíjául. Az Audinak világszinten jelentős elkötelezettsége van a vitorlássporttal. Ez talán jól mutatja, hogy tavaly évvégén jelentették be, hogy az Amerika kupába is belép az Audi, mint szponzor, és úgy gondoljuk, hogy Magyarországon követnünk kell ezt a világszintű elkötelezettséget. Az idei 40. kék szalag nagy versenyt ígér. A folyamatosan magas színvonalú szervezésnek köszönhetően a főszponzor változatlan. Vestel, amióta csak megalakult, ugye most már T-Mobile néven, mindig is elsődleges szerepének tartotta, hogy a sportot támogassa, egyrészt az élsportot, másrészt pedig a tömegsportot. A saját munkatársainknak is lehetőséget biztosítunk. Egy sportos élet, egészséges életmód arra is talán fedezett, és arra talán egy jó irány, hogy a munkában és a versenyhelyzetben mindenki a lehető legjobbat hozza ki magából. A tavalyi év lezárásaként kiosztották az év vitorlás újságírója és az év vitorlázója díjat is. Belicai Péter a Széling.hu felelős szerkesztője, és Pegán Zoltán az Ausztráliából hazaköltözött vitorlázó vehették át a díjakat. A műsor média támogatói: az Aqua magazin és a Vitorlázás magazin.